Komoly pénzügyi terhet jelenthet a felsőoktatás a diákok és szüleik számára. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés tandíja 100 000 forint fölött van fél évente. Ezért is igényelnek sokan diákhitelt főiskolai és egyetemi éveik alatt. Az elmúlt 15 évben összesen 380 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. Közülük 25 ezeren az úgynevezett diákhitel 2-t választották. Ezt 2012-től igényelhetik az önköltséges hallgatók. A Nyíregyházi Egyetemnek mindegy 4000 aktív diákja van. Itt is népszerű ez a fajta pénzügyi konstrukció. A diákhitelt évről évre egyre több hallgató vesz igénybe, mind a diákhitel 1-et és mind a diákhitel 2-t, ugye a kedvező kamatozások miatt. A diákhitel 1-et az előző fél évben 378 hallgatónk vette igénybe, a diákhitel 2 szerzős pedig 110 fő használta fel. A diákhitel 1-et saját célra szabadon felhasználhatják a felsőoktatásban tanulók. Ebben az esetben az igényelt összeg maximum 50 ezer forint lehet havonta. A diákhitel 2 ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a diákhitel központ egyből az intézmény számlájára küldi. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár a fél évenkénti 1 millió 350 ezer forintos orvosi képzéstandíját is hitelezi a központ. Mindkét konstrukció esetében kitétel, hogy 40 év alatti legyen a hallgató. A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni. Az első két évben a minimálbér meghatározott százaléka, szabad felhasználású diákhitel esetében ez 6%, kötött felhasználású esetében pedig 4-11% közötti összeget, attól függően, hogy mekkora hitelt vett föl a hallgató. A harmadik évtől pedig úgynevezett jövedelemarányos törlesztés kezdődik. Megkapjuk a NAV-tól a hallgató két évvel korábbi jövedelmét, és ennek az összegnek szintén szabad felhasználás esetében a 6%-át, kötött felhasználásunál 4-11%-át kell befizetni. A diákhitelnek így nincs előre rögzített futamideje, a hallgató teherbíró képességétől függ a visszafizetés. A hallgatóink közül egyharmada már visszafizette a diákhitelt, több mint 140 ezer hallgató, és azok, akik törlesztési szakban vannak, ők is nagyon fegyelmezett diákhitelesek, hiszen évről évre csökken azoknak az aránya, akikkel szemben szerződést kell bontanunk, és az ügyüket át kell adnunk a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére behajtás alá. 2% alatt van már bőven azoknak a hallgatók annak az aránya, akik ebben a cipőben járnak. Az önköltséges képzés keretében a legnagyobb létszámban a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Metropolitan Egyetem és a Corvinus hallgatói kérik a kötött diákhitelt. A szabadon felhasználható összegek igénylése pedig főleg a szegedi, a pécsi és a debreceni tudományegyetem diákjai között népszerű. Az igényelt összeg összesen már a 310 milliárd forintot is meghaladta 15 év alatt. Nem a diákhitel az egyetlen megoldás, a hallgatók tanulmányi és szociális alapon ösztöndíjakat is kaphatnak, amelyek akár a 100 000 forintot is elérhetik havonta.